vagyok, nem vesznek be, de olyan vagyok, aki eltől nem rezel be. Úgy néznek, hogy úgy érzem, bohóc vagyok, s nem tudom, hogy mit akarok. Régen kiközösítettek, de ma már nem, emiatt sok szörnyiséget kellett átélnem. Én is közösítettem ki, utólag már bánom, de egyébként ő most már jó barátom. Szerintem a kiközösítés eléggé béna, te vagy a vasvilla, én pedig a széna. Ezt úgy értem, hogy te támadsz, s nem érted meg, hogy ezzel más megbántasz. Amikor a haveroddal veszekszel, és úgy érzed, hogy ebbe a meccsbe egy vesztes kell, de nem adod fel, meggyőznöd kell, meggyőznöd kell, meggyőznöd kell. Ne közösíts ki, ne közösíts ki, mert magamról a negatívat el fogom hinni. Ne közösíts ki, ne közösíts ki, mert magamról a negatívat el fogom hinni. Azt mondták nekem, hogy az életem reménytelen. Na itt az A38 hajón egyszerre billegtek a felek erre a kis repre. Hát igen, ezek szerint a gyerekek szerint sem menő a kiközösítés, de hogy ennek milyen jelei vannak, és mit lehet ez ellen tenni, aztán már egy másik kérdés, de erről fogunk most beszélni. Igen, erről fogunk beszélgetni, Estott Márta Kóccsal és az Országi Jocó bácsiával. Sziasztok! Mennyire gyakori probléma ez? Ez egy állandóan fennálló probléma, amivel mindig foglalkozni kell, vagy néha-néha előfordul? Én azt mondom, hogy ez egy állandó fennálló probléma, mert azt mondom, hogy nincs olyan osztály, ahol nincsen kirekesztés. Igazából azt kell megfigyelni, hogy miért van. Tehát, hogy azért van, mert esetleg az illető szeretné, mert hogy van ilyen is. Van olyan, hogy valaki van ezt olyan, szeretné. Van olyan, aki perifériára akar kerülni, mert egyszerűen annyira lázad, hogy perifériára akar kerülni, és kiprovokálja azt, hogy piszkálják. Nekem például volt egy olyan diákom, akit naponta betettek a kukába, és ő ezt élvezte, és meg állandóan próbáltam ezt kezelni, és ő mondta, hogy nem kell, mert ez egy játék. Tehát ő igazából ezt így játékként fogta föl, mert legalább foglalkoztak vele a többiek. Természetesen ez szerintem nem normális, ez a fajta viselkedés, de hogy azon a kirekesztés az mindig is volt és mindig is lesz. Azon, hogy az nem mindegy, hogy a pedagógus mennyire lép ebbe bele, vagy mennyire nyúl ebbe bele. Márta, ennek egyébként mi a pszichés háttere? Én úgy gondolom, hogy az előítéletek otthonról jönnek, egymást befolyásolják a gyerekek, már egy kialakult véleménnyel érkeznek már az iskolában, hogy ki milyen ruhát visel, ki milyen brendet hord a ruháján, na akkor az hova tartozik, akkor azzal hogy kell bánni, aki viszont kicsit szegényesebben érkezik, vagy ilyen vagy olyan képességi hibákkal érkezik, azzal hogy kell bánni. Én igazából a szülőket okolom, és ha pszichés, ha már a pszichésről beszélünk, akkor egy nagyon erős frusztrációval érkezik a gyerek. És azért érzi szükségét a kiközösítésnek, hogy saját magát ezáltal nagyobbá, vagy jobbá lássa. Máshova helyezi magát egy más gyerekkel szemben. De ha már így a szülők felelősségéről beszélünk, mit tud tenni az a szülő, akinek kiközösítik a gyerekét, vagy szerintem az még rosszabb lehet egy szülőnek, amikor az ő gyereke közösít ki valakit? Érdekeset vettem én észre egyébként, tanítok ZY generációban is, generációnak is. A nagy egós gyerekek nem veszik észre magukon egyébként, a szülők sem veszik észre a gyerekeinken, hogy nagy egóval rendelkeznek, és szinte már felnőttet is eltipornak, és már felnőtt felett is ítélkeznek. Nagyon gyakori, azt mondom, egyre gyakoribb ez a helyzet, és nekünk felnőtteknek egy komoly gondot fog okozni, sokkal nagyobbat, szerintem rövidesen. Én úgy gondolom, hogy a szülő nem veszi észre az egyik oldalon. A másik oldalon a kiközösítés, ugye a gyereken múlik, hogy mennyire osztja ezt meg, a szülőnek nagyon oda kell figyelni. A gyereknek a hangulatváltásaira, a jegyeire, arra, hogy hogyan mesél, mit mesél. Nem tudom, hogy javasolhatom-e, mert igazából mindenki azt tesz otthon, amit akar, de az esti beszélgetések, azok a meghitt beszélgetések nagyon hasznosak tudnak lenni a gyerekekkel, és nem csak arról, hogy ja, mi volt ma az iskolában, hanem hogy érezted magad, hogyan jöttek ezek az érzések, és azonnal lépjen föl, ha a gyerekén észreveszi, hogy ilyen jellegű változás van, de gondolom te is így gondolod. Közben látom, igen, hogy Jocóbál bőszem bólogatott. Igen, érintett vagy a tévében, most egy 10. osztályod van éppen, hát most nyilván nem kell olyan sztorikat mesélni, hogy esetleg magukra ismerjenek, de azért globálisan megközelítve ezt a problémát, te vetetted föl saját magad, hogy mi az a pont, amikor a tanárnak be kell avatkoznia, és ha be kell, akkor hogyan teszi mindezt, hogy megmaradjon a
a respekt is, de hát azért nyilván kell valami közelség is a diákhoz. Én azt gondolom, hogy addig ez természetes, amíg egy új közösségben le nem játszódik ez a hierarchia harc. Tehát amíg ezeket megvívják, addig nem kell ebbe belenyúlni, mert természetesen vannak, akik erősebbek, vannak, akik kívülállóbbak, és meg kell várni, amíg ez elrendeződik. És hogyha ez nem rendeződik el önmagától, hanem azt veszük, hogy ez egy erőszakos elnyomás van, akkor kell belépni. De pedagógusként nem lehet úgy belépni, hogy leültetem a gyereket, és azt mondom, hogy ezt ne csináld, mert annál inkább ezt fogja csinálni, hanem nagyon sok olyan élménypedagógiai gyakorlat van, drámapedagógiai gyakorlat, amikor észrevétlenül tudod azt éreztetni egy osztállyal, hogy átalakítod a közösséget. Például nagyon jó erre egy olyan gyakorlat, amikor a kirekesztőt kerül kirekesztett helyzetbe. És ezt akkor nem fogja észrevenni, hogy ez szándékos, de elgondolkodik ezen. Vagy például a kirekesztetteket kell megkérni arra, hogy olyan dolgokat irányítsanak, amit az osztálynak végre kell hajtani, különben nem fog végrehajtódni a feladat, és nem lesz eredménye. Tehát, hogy ilyen óvatosan játékokkal ezeket nagyon-nagyon jól lehet érzékeltetni, és nem belenyúlni. Mert nagyon csak azt mondják, hogy tényleg leültetem a gyereket, adok neki egy intőt, és ezzel el van rendezve. Pedig nincs. Nemrég olvastam egy konkrét esetet, ami szerint a pedagógus lehülyézte többszörösen a gyereket. Ennek hallatára az osztály elkezdte csúfolni a gyereket, hogy hülye vagy. Most ilyen esetben hiába megy haza a gyerek, és hiába lép föl majd a szülő a pedagógus ellen, szinte esélytelen. Végig figyeltem a történetet, semmi esélye nem volt, tehát nem hallgatták meg. A szülői összefogásnak, én pedig azért azt látom, hogy elég sok szülő azért elég markánsan és karizmatikusan tudja. Ezzel ezt szerettem volna mondani, hogy használjuk a közösségi felületeket és médiát erre is. Érdekes következő téma lenne, erre sajnos most nincs idő, mert itt a Z-generáció beköszöntével az, hogy az interneten mi folyik, mert az osztályteremben mi folyik, ez egy dolog, azt még sokan látják, de hogy interneten egymás között mi megy, az talán egy következő beszélgetés tárgya lenne, remélem lesz erre alkalom. Köszönjük, bízom benne. Köszönjük, hogy itt voltatok.